Na szavaztak srácok, itt a Rausz, és nézzük egy újabb videót itt a Modern Warfare-be. A Grau fegyver bemutató lesz, srácok, amit ígértem, amit már nagyon-nagyon régóta kértek a komment szekcióban és mindenhol máshol, úgyhogy nézzük is, hogy mi az attachment lista ezen a fegyveren. Annyira best ez a fegyver, hogy nem is tudom, talán ez az egyik legjobb AR, hanem a legjobb. Számomra ez a legjobb AR, de sokan mások mondják, hogy van egy, ami még jobb ennél, de azt nem fogom lelőni a poént, mert hogyha behúzom és kipróbálom, és tényleg jobb, akkor bemutatom videóba, ha nem, akkor én ezt megtartom, hogy ez a legjobb AR. Az első, itt nyilván a monotilik suppressort fogom használni, ahhoz, hogy a hangot suppresszolja, és damage range-et fog növelni. Na, egy nagyon pici mobilitást fogsz veszteni, meg egy nagyon-nagyon pici, amit szinte nem is látsz kontroll, de ezt nem fogod érezni. Tehát kb. Ez no recoil fegyver, annyira nullás, hogy nem igaz. A range-et és a pontosságot fogod növelni vele, ugye? Ezt itt írja is. Na, srácok, a következő. Ez egy Tempus 26,4 colos Archangel, és damage range, recoil, ugye, mobility, hát vesztesz, de figyelj, most itt vesztesz egy picit, figyelj, pontosságot, a range-et fogod növelni, a kontrollt, megint vesztesz egy pici mobilitást, de nem kell aggódni, ezért rakunk rá egy grippet, amivel nyerünk is vissza egy kicsit, és XRK 2-es grippet rakjuk rá, tehát mobilitás, egy pici kontrollvesztés, pici pontosságvesztés, de szerintem fasság, mert nem vesztesz vele semmit, mert mondom, annyira pontosan lő, hogy hihetetlen. Tehát Warzone-ban az mindenféleképp kell a 60 töltény. Úgyhogy hamarosan mutatok egy videó részletet, amiben megint láthatjátok, hogy mennyire pontosan lő, és mivel ugye megvan hosszabbítva ez az egész, a barának köszönhetően így nagyon-nagyon messzire el tudsz vele lőni. Nagyon-nagyon pontosan. Halk ugye, mert rajta a suppressor. Igen, amit láttatok az előző videóban, hát nem az előzőben, egy pár videóval ezelőttiben, volt rajta optik, méghozzá holóval, amelyik azt leszettük. Tehát az, hogy ne foglalja a helyet, leszettük, rá tudunk rakni egy grippet, nagyon fontos ez a grip, hogy a mobilitást visszanyerd, fölösleges erre az optik, tehát az még nyilván most mindegy, hogy használtam abba a videóba, mivel nem mondtam róla semmit, még tesztelgettem, tehát fullos 66-os szintű, és ugye itt a Ranger-t, vagy a Merket le lehet cserélni, és a Sár 2-es tettem be, próbálgattam tényleg az összessel, de azt mondom, hogy ez az aiming stability kontrollt növel, nézd meg, tehát range-et megint, tehát olyan nagyon-nagyon távolra el lehet vele lőni Warzone-ba, úgyhogy majd mindjárt mutatok egy videó részletet, és én szerintem azt mondom, hogy az M13-nál is jobb, legalábbis a saját tapasztalataim alapján, bár még az M13-ot húzom, szóval próbálok azért nektek fegyverbe mutatni a videót, ahogy tudok, vagy ahogy időm van, de azért rengeteg fegyver nekem nullás, vagy egyes, és azért nem egyszerű 2 perc alatt felhúzni egy 30-40-50-es szintre azért, hogy használható legyen, és be tudjam nektek mutatni, úgyhogy időt kérek ilyen szinten ezekről a fegyverekről. M13 is lesz, hogyha gondoljátok, nyugodtan írjátok meg komment szekcióban mindenképp, mert az is egy nagyon-nagyon jó AR, sokan nem meritek használni, pedig jó, szóval M13 is lesz videó, hogyha gondoljátok, most ezt pont húzom, és mondom, hát ez a személyes kedvencem, de mondom, ez tényleg ezt így döntitek el, hogy nektek lehet, hogy az M4 sokkal jobb, akkor az legyen úgy. Próbáld ki, és az összes fegyver bemutató videó között, ami létezik, amit föltettem ide a csatornára, én azt mondom, hogy ez a legbiztosabb összeállításom. Ebben nem tudok belekötni. Tehát bárki bármit mond, én ebben nem tudok belekötni, és akárki akármit mond, megteheti, mert az az ő véleménye, ez nyilvánvaló, de én ezt semmi pénzért nem cserélném le ezeket, mert ezek tökéletesen passzolnak nekem. Nagyon jó a kontroll, iszonyat jó a mobilitás, nagyon jó a range, nagyon pontos, és semmi recoil nincs. Nulla kb. Szinte. Na, srácok, azért azt mondom, hogy ne higgy nekem, próbáld ki, ugyanezzel a beállítással, menj egy jó pár kör, tehát ne egy kör alatt döntsd el, tehát szerintem én már első körbe eldöntöttem, nekem annyira jobb, bevált. Próbáld ki, használd egészséggel, és mindjárt jön a videó, egy kis részlet, hogy kb. Milyen ez az egész. Domination. Capture and defend the forward operating position. Securing Alpha. Hostile. Enemy at the warehouse. Alpha secure. Got your six. We're in control. I'm on your six.
Zero, personal radar is bingo fuel. Recalling to base. Srácok, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni és iratkozz föl. Körülbelül a megtekintők 80%-a nem feliratkozó, úgyhogy ha visszatérő látogató vagy a csatornán, avagy most jársz itt elsőre, és hasznosak a videóim, vagy hasznosnak találod ezt a videó bármely aspektusát, tényleg tetszik ez a fegyvere bemutató, akkor kérlek támogass egy feliratkozással, lassan elérjük a 10 000-et, úgyhogy nagyon királyok vagytok. Tényleg már nem sok kell hozzá, körülbelül úgy 1400 szub, úgyhogy oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal lesz a tartalmat, hogy több emberhez is eljuthasson, fogok még jelentkezni. Addig is jók legyetek. Szevasztok!